korszerűsítették, 16 személy számára nyújt ellátást Tiszaeszláron a felújított idősek otthona. Visszaesés, a legnagyobb mértékű csökkenés a traktorok és a gabonakombájnok piacát érintette a mezőgazdasági gépeknél. Óvintézkedés, a veszettség megelőzése érdekében október 5-től kezdődik a repülőgépes róka vakcinázás a Vármegyében. Tiszaeszlán saját forrásból bővítette és korszerűsítette az idősek otthonának épületét. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár az intézmény bejáráshoz kapcsolódó kerekasztal beszélgetésen a gondoskodás politika aktuális kérdéseiről, többek között civil és egyházi szervezetek munkájának fontosságáról tartott előadást. Épület bejárása tiszaeszlári idősek otthonában. A település polgármestere Vajda László, Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár látogatta meg a nyugdíjasokat a már megszépült intézményben. A beruházás két cikluson keresztül valósult meg, teljesen saját erőből, tehát nincs benne állami pénz, egyetlen egy fillér sem. Az épület felépülése után következett a belső berendezés, azt is mi saját önerőből, pénzek átcsoportosításával valósítottuk meg. Látjátok, hogy a külső része az beleillik egy faluképbe, tehát, de a belseje az azért a 21. századnak megfelelő modern berendezés. Hűtészekrényeket, tévével, mindennel ellátva. És 16 főre van megépítve a rögek otthona. Ebből most 15 fő foglalta már el a helyét, még egy férfira várunk. Tervben van, hosszú távú tervben van az is, hogy esetleg itt a hátrafelé, ha úgy hozza a dolog, meg lesz rá pénzünk is, még mindig bővíthető, hiszen a telek az saját önkormányzati tulajdoni telek, tehát nem okoz problémát esetleg még a bővítése is. De ez majd a jövő titka. Vinnai Győző kiemelte, hogy a település méretétől függetlenül szükséges az, hogy az idősek ellátása és ápolása a tiszaeszlári otthonhoz hasonló intézményekben valósulhasson meg. Vannak olyanok, akik az idős szülőket, vagy már nagyszülőket nem nagyon tudják otthon ápolni, és egy ilyen idős otthonban, ahol szakápolók vannak, szociális gondozók vannak, szakemberek vannak, és gyakorlatilag az önkormányzat meg tudja oldani az étkeztetést is, mert a saját konyhájáról jön a reggeli ebéd vacsora. Én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy szükség van az ilyen intézményekre, és Tiszaeszlát egy kicsit példaképként is említem, mert természetesen a választókerületemben vannak idős otthonok, de elsősorban ezek nagyobb település, vagy kisvárosok, Nyírtelek, Rakamaz, Ibrány, esetleg Gávavencsellő, de most már igény van a 3000 fő alatti településekre is. Az persze kérdés, hogy hogyan sikerül majd rentábilisan működtetni, de természetesen erre törekszenek, és a ellátottak gyakorlatilag nagyon-nagyon jó hangulatban érzik magukat, és mentális egészségüket is megőrzik. Az idős otthonban a nyugdíjasok láthatóan örülnek annak, hogy a környezetük megszépült, és arról számoltak be Fülöp Attila államtitkárnak, hogy szeretnek itt élni, és az otthon közösségéhez tartozni. Az elmúlt években ezen a területen fejlesztéseket hajtottunk végre, emeltük az idős otthonok férőhely számát, a finanszírozását javítottunk, de ugyanakkor arra is figyelünk és vigyázunk, hogy azok az idősek, akik otthonukban szeretnének lenni és biztonságban szeretnék tudni magukat, ehhez a szolgáltatást kapjanak. Ezért vezette be a magyar kormány a Gondosóra programot, aminek már több mint 650 ezer felhasználója van, idős felhasználója van. Az ő házukba, az ő lakásukba a biztonságot tudja meghozni az a jelzőeszköz, amit bármikor elérnek, hogyha valami probléma van, baj van, akkor egy 24 órás diszpécser szolgálat áll mögöttük. A másik nagyon fontos és jelentős változás a gondoskodás politika területén, szociális gyermekvédelem világában, hogy megpróbáltunk minden eszközzel kinyitni ezt a területet, azokat a segítségeket, amik a társadalomban rendelkezésre állnak, azokat hasznosítani, előhozni a magyar családok érdekében.
Fülöp Attila azt is elmondta, hogy a gondoskodás politika területén nagyon fontos szerepet töltenek be a civil szervezetek és az egyházi szereplők, akiket vállalási képességeikhez mérten igyekszik támogatni a kormány. Halálos baleset történt csütörtök délelőtt Biri határában. A főúton egy kis teherautó és egy személygépkocsi ütközött frontálisan. A balesetben a személygépkocsi vezetője egy 43 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Hét éves mélypontjára tért vissza a mezőgazdasági gépek forgalmazásának nagyságrendje az idei első fél évben. A tavalyi év első fél évéhez képest 2024-ben több mint 50%-kal csökkent a gépforgalom Magyarországon. Elsősorban a kombájnok és a traktorok piaca esett vissza. Ha a 2022-es évhez hasonlítjuk a számokat, akkor sokkal rosszabbak az arányok. Míg a tavalyi év első felében 256 darab, idén csupán 68 új arató cséplőgép kelt el Magyarországon. A legnagyobb mértékű visszaesés ezt a szegmest érintette. 2023 első fél évéhez képest 2024-ben több mint 50%-kal csökkent a mezőgazdasági gépforgalom. Elsősorban a kombájnok és a traktorok piaca esett vissza. Ha 2022-es évhez hasonlítjuk a számokat, akkor sokkal rosszabbak az arányok. 22 egy nagyon jó év volt a mezőgazdaságban, a gépesítés és a beruházások területén. Olyan változások történtek a piacon, hogy gyakorlatilag a terménypiaci kilátások egyre rosszabbak lettek, a mezőgazdasági jövedelmezőség elsősorban a szántóföldön jelentősen csökkent. A piaci kamatkörnyezet az magas volt, tehát a finanszírozás nem kedvezett, és gyakorlatilag a nagyon volatilis az euró és a forint viszonya, ezért kockázatos gépet vásárolni, tehát megemelkedtek a gépárak. És a támogatások is kifutottak, mindenki várja a következő etapot, amikor az új ciklusban a gépvásárlásra, a fejlesztésekre támogatás lesz. A mezőgazdasági termelők a jelentős visszaesés ellenére továbbra is az erőgépek beszerzésére fordították a legtöbb pénzt, ez a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 54%-át tette ki. A gazdaságok korábban láthatóan tervezetten korszerűsítették gépparkjukat. Rá van kényszerítve a verseny miatt, hogy korszerű eszközöket használjon, mert nem mindegy, hogy ezekből a méreg drága vegyszerekből mennyi, a kijuttatás mennyi hasznosul, ugyanígy a betakarításra minden szemre szükség van, szóval én azt gondolom, hogy Magyarországon azért nem beszélhetünk arról, hogy mi egy olyan kiöregedett állománnyal dolgozunk, mindenki a maga területén igyekezett és igyekezni fog, aki még nem tette meg ebben az időszakban is, korszerűsíteni a gépeket, frissíteni. Én azt gondolom, hogy nem lehet panasz arra, hogy mi egy leromlott műszaki berendezésekkel folytassuk a gazdálkodást. A gépvásárlást a jövő évi pályázatok várhatóan serkentik majd. Az állattenyésztőknek és a gyümölcstermesztőknek már kiírásra került a telepítési pályázat, ami részben tartalmaz gépvásárlási lehetőséget is. Az ismételt növekedéshez a támogatások mellett a gazdálkodás eredményessége is szükséges. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a tiszalöki férfival szemben, aki éveken keresztül ingyen dolgoztatott és bántalmazott egy férfit. A vádlott 2017-ben eladott a sértettnek egy telefont, amit ő nem tudott kifizetni, ezért a vádlott megkérte arra, hogy cserében segítsen neki a lovai ellátásában, illetve az udvari munkák elvégzésében. Mivel a sértett a következő hónapban sem tudott fizetni, a munkaadója a közmunkából származó teljes munkabérét elvette tőle. A sértett így kiszolgáltatott helyzetbe került, melyet a vádlott 6 éven keresztül kihasznált. Nem csak dolgoztatta fizetés nélkül a férfit, hanem az évek során több mint 3 millió forint munkabérét is elvette és magára költötte. Ha a rábízott feladatokat nem megfelelően végezte el, akkor bántalmazta. A főügyészség a sértettet 6 éven keresztül kihasználó férfit kényszermunkabüntettével vádolja, vele szemben több év végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. A NÉBIH adatai szerint idén augusztus végéig 16 veszett állatot találtak Magyarország területén, míg tavaly összesen 20 ilyen esetet regisztráltak. A róka vakcinázás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében különösen fontos, mivel a veszett állatok vélhetőleg Ukrajna és Románia felől érkeznek.
A Nébik felhívta a lakosság figyelmét, hogy október 5-től megkezdődik hazánk déli és keleti vármegyéinek repülőgépes vakcinázása is. Tavaly márciusban számoltunk be róla, hogy Tiszabecsnél egy házőrző kutya verekedett össze egy veszett rókával, amely után a Nébik és az illetékes kormányhivatal azonnal elrendelte az ebzárlatot és a veszett rókák vadászatát. Idén januárban veszett kóbormacskát találtak Milotán, amely már emberre is rátámadt. Fazekas Gergely szerint csak a szerencsén múlott, hogy az eset nem torkollott tragédiába, hiszen a veszettség az emberre nézve gyógyíthatatlan következményekkel jár, a lappangási idő pedig akár 90 nap is lehet. Villám gyorsan végigért az a lánc, hogy az erdőbe ott van az állat, a veszett állat, amivel nincsen gond, de egy-két lépéssel be tud kerülni ez a településre, és ott már ugye közvetlenül tudja a lakosságot veszélyeztetni. Ezért van ez a rókavakcinázás, amit minden évben elvégeznek, ezt ugye a Nébik koordinálja, és most, mivel itt a megyénkben ugye volt több veszettség is, több pozitív eset, ugye ilyenkor kicsit sűrítenek ezen a vakcinázáson, ezt mindig közzé teszik, ki van rakva ilyen piros színű táblákon, figyelmeztető táblákon a falukból, településekből kivezető utak mentén, vakcinázás történt, elrendelik az edzőállatot, nyilván ezt az önkormányzatok tudják, és közlik a lakossággal. Gyakorlatilag más teendőnk nincs, nem kell tőle jobban félni, mint bármi más egyéb mezőgazdasági munkától. Egyszerűen ez egy olyan járványügyi intézkedés, ami értünk van. A Nébik adatai szerint 2023-ban összesen 20, idén augusztus 31-éig pedig 16 veszettség esetet állapítottak meg a szakemberek. A betegség behurcolása vélhetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása által következett be. A repülőgépes vakcinázás október 5-től veszi kezdetét Magyarország déli és keleti vármegyéiben. A kis repülőgépek mintegy 670 ezer vakcinatartalmú csalétket juttatnak ki több mint 27 ezer négyzetkilométernyi területre. Húspogácsában helyezik el, és gyakorlatilag egy jól meghatározott rend szerint, hol kézierővel, hol repülőgéppel, hol autóból elhelyezik ezeket a vadászterületen, és ebben az időszakban nyilván legeltetési tilalom és ebzárlat van, tehát hogy ne járjon ki olyan állat a területre, ami ezt felveheti ezt a vakcinát, nem mintha baja lenne tőle, mert nem lesz tőle baja, csak nem ő a célfaj. A célfaj ugye jelen állás szerint itt a megyénkben két állat, a róka és a sakál, ugye ez a két fajunk, ami leginkább tudja terjeszteni az erdei veszettséget, de hát emellett számtalan más állat is elkaphatja, ugye a szakirodalom tud bozról, tud nyeskutyáról, sőt szarvas marháról is, ami is elkapta a veszettséget, de hát nyilván ezek elhanyagolható esetszámok, itt a róka és a sakál, ami a lényeges. A szakember szerint óvakodni kell a szelídnek tűnő vadállatoktól. Az interneten számos videó található a veszett állatok viselkedéséről, amelyek a végső bénulás előtt egy dühöngő, vagy ellenkezőleg egy csendes szakaszon esnek át. Mi úgy tanultuk, és nagy általánosságban igaz az, hogy amelyik állat egyébként fél az embertől, az barátságossá válik, amelyik meg barátságos, az meg ugye ellenségessé. Nagyjából ez így meg is állja a helyét. Ami a mi szempontunkból fontos, és leginkább találkozunk vele, az a házi macska. Na most a házi macska ugye egyébként egy azért barátságos emberhez szoktatott jószág, és hogyha elkapja a veszettséget, akkor a néhány napi lappangási fázis után, amikor általában olyan bágyattabb az állat, levert, nem mozog annyit, akkor jön általában a dühöngési fázis. A háziállatok esetében Magyarországon a kutyák veszettsége elleni oltása évente kötelező, a macskák oltása pedig ajánlott. Fazekas Gergely hangsúlyozta, a veszettség gyanújának bejelentése jogszabályi kötelezettség. Makettkiállítás nyílt a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnáziumban. Az Európai Unió támogatásával létrejött Experience History program az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborok makettjeinek segítségével mutatja be a holokausztot. A projekt elsődleges célja, hogy a Z-generáció informális oktatás keretében szerezzen ismereteket a vészkorszakról. 1944-ben megépítették az úgynevezett magyar rámpát, mert hogy a legtöbb zsidó, aki meghalt, magyar származású volt, egy magyar zsidó volt, és bejöttek ezen a halálkapun, ott azon a helyen szelektálták őket, amit ott lehet látni, és körülbelül az érkezetteknek a 75%-át két órán belül elgázosították. Gulyás Csaba, a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnázium történelem tanára mutatja be az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborok makettjeinek segítségével a holokauszt eseményeit és annak szélesebb kontextusát.
A kedden nyílt kiállítás célja, hogy az E-generáció informális oktatás keretében szerezzen ismereteket a vészkorszakról. Az intézmény igazgatója elmondta, hogy olyan fiatalokat akarnak nevelni, akik bátran kiállnak a jó mellett. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy szembesüljenek a diákjaink azzal, és nem csak a mi diákjaink, hanem az ide látogató diákok azzal, hogy vajon hogyan élték meg annak a kornak az emberei, például a magyar polgárok, az, hogy ez az esemény ez megtörtént, hogyan élték meg az áldozatok, az üldözöttek, hogyan élték meg az elkövetők, a csendes szemlélők, az embermentőkben mi zajlott le, miért vállalták az embermentést. Tehát olyan alapvető és olyan fontos emberi értékeket tanulhatnak meg a diákok ezen keresztül, amik azt gondolom, hogy a mai kor emberének is nagyon fontosak. Az Európai Unió támogatásával létrejött kiállítást a látogatók diákok segítségével tekinthetik meg, akiket már felkészítettek a tárlatvezetésre. A viszonylag nagy méretű, több mint 30 négyzetméternyi maketteket összesen 18 városba viszik el a szervezők. A jövőben többek között Kassára, Kolozsvárra, Miskolcra, Szegedre, Szolnokra is ellátogatnak, az összes olyan nagyvárosba, amelyből a II. Világháború végén zsidókat deportáltak. Azt gondoljuk, és alapvetően a tapasztalat ezt mutatja, hogy a megismerés és a tudás az, ami a toleranciához vezet, és a gyűlölködést alapvetően úgy lehet megszüntetni, hogyha a tényekkel, meg a történelemmel a mai fiatalság is tisztában van, és a felnövekvő generáció ennél fogva várhatóan toleránsabb lesz, és egy kicsit másképp fog viszonyulni ehhez a témához, mint eleink. A megnyitón részt vett Hunyadi László Izrael tiszteletbeli konzulja, aki kiemelte, hogy ezekben a napokban is nagyon nagy megpróbáltatásokat él át Izrael. Egy évvel ezelőtt, 2023. október 7-én nagyon sok minden megváltozott Izraelben is. És ez a két évforduló nagyon is szervesen összefügg egymással, hiszen úgy mondhatjuk, hogy egy évvel ezelőtt egy akkora pogrom indult el Izrael ellen, ami 1944-ben, 43-ban, 42-ben, és mehetünk vissza, és nem csak évekkel, évtizedekkel, hanem sok-sok évtizeddel mehetünk vissza, ami a világban élő zsidóság megbélyegzésének volt a mutatója, az a rengeteg pogrom és áldozat, amelyet a zsidóságnak meg kellett élnie. És Am Israel Chai, ezt önök mindnyájan tudják, és ezzel együtt is Izrael él. Ulrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a mai kor fiataljainak ismerniük kell a történelmi tényeket és az objektív igazságot. A tárlatot hétköznapokon ingyenesen lehet megtekinteni október 14-ig. Ehhez előzetes időpontfoglalás szükséges, melyet a 406-079-es telefonszámon vagy az info@betleniskola.hu e-mail címen lehet kérni. Tizennégy gólos vereséget szenvedett hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. Józsa Krisztián együttese az NB1 negyedik fordulójában kapott ki 37-23-ra. A tabellán egy győzelemmel és három vereséggel a tizedik helyen álló Kisvárda szerdán a 100%-os Ferencváros otthonában lép pályára. A hétvégén elkezdődik a bajnokság a női kosárlabda amatőr NB1-ben. A Zsiráfok Kosársuli Nyíregyháza együttese a nyitófordulóban a Szolnokot fogadja. A mérkőzés vasárnap 12:30 kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A régi helyszínen, a régi edzővel, de új néven vág neki a bajnokságnak az amatőr NB1-es nyíregyházi női kosárlabda csapat. A keretet néhány rutinos játékos mellett fiatalok alkotják majd. Mivel utóbbiak több korosztályban is játszanak, Farkasinszki Gyulánénak oda kell figyelnie a terhelés elosztására. A felkészülésünkkel semmi gond és probléma nem volt. Ezek a lányok, akik itt vannak nálunk, azok nagyon keményen dolgoznak. Ugye nagyon tartalmas augusztus van mögöttünk, főleg azért, mert ugye itt a csapatnak a nagy részét az utánpótláskorú játékosok fogják adni. Márpedig nekik ugye előselejtezőzni kellett, és az a komoly öt felnőtt játékosunk van. Ők viszont szolidárisan végig dolgozták az egész nyarat a kisebbekkel,
Tehát rutinról is beszélhetünk, mert ugye itt az Orsi személyében ugye most ő végcsinált egy teljes alapozást, mert szükségünk van rá, hogy a fiatalokat segítse abban, hogy a pálya minél jobb eredményt tudjunk elérni. A Karakodurina ugye az a stabil tagja a csapatunknak, ehhez a Rizák Kitti tért vissza hozzánk, aki ugye szülés után a Bácskai Esztel maradt meg, és van egy lány, aki itt tanul Nyíregyházán, a Onaka Renáta, és ez a magnus. Ehhez fogjuk hozzátenni a juniorokat és a kadetteket, hogy annak megfelelően kell őket megbontanunk, hogy senki ne kapjon túl nagy terhelést. Ez nem egy egyszerű dolog lesz ebben az évben, de azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk majd. A nyíregyháziak a fehér csoportban szerepelnek. A három csoportot a területi elv figyelembevételével alakította ki a szövetség. A Debrecen van egyedül, aki közeli csapat lenne. Ehhez jött egy új csapat, a Tiszakécske. Várjuk, hogy milyen játékerőt fog képviselni. Ugye ezen a területen maradt a Szolnok, a Kecskemét és a Szeged, és ehhez kaptunk három budapesti csapatot, az Erta Fortis, az MTK TFS-ének az U23-as csapatát. Valamint a MAFC-ot. A Zsiráfok a nyitófordulóban a szolnoki MÁV SE csapatát fogadják. Az előző években aránylag csak utánpótláskorú játékosokra támaszkodott, de most ő is hívott vissza idősebb játékosokat, hogy ő ugyanúgy segítség a fiatalok munkáját. Nagyon remélem, hogy azért a mi rutinunk és a mi játékerünk ez jobb lesz. Én mindenféleképpen győzelemre számítok. Reméljük, hogy ez így is lesz. A Zsiráfok Kosársuli Nyíregyháza Szolnok mérkőzés vasárnap 12 óra 30-kor kezdődik a Szent Imre csarnokában. A forduló további párosítása következő, Tiszakécske VS-e MAFC, Elte Fortis Szegedi Kosárlabda Egylet és Deac TFS MTK U23. Kedves nézőink, mivel híradunk végére értünk, nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. A gondoskodás politika aktuális kérdéseiről, többek között civil és egyházi szervezetek munkájának fontosságáról tartott előadást Tiszaeszláron Fülöp Attila. Az államtitkár a településen megtekintette a felújított idősek otthonát, amely 16 személy számára nyújt ellátást. A tavalyi év első fél évéhez képest 2024-ben több mint 50%-kal csökkent a mezőgazdasági gépforgalom Magyarországon. Elsősorban a kombájnok és a traktorok forgalma esett vissza. A gépberuházás a jövő évi pályázatok várhatóan serkentik majd. Húspogácsában helyezik el, és jól meghatározott rendszerint, hol kézi erővel, hol autóból, hol pedig repülőgéppel juttatják el a vadászterületekre a veszettség elleni rókavakcinákat. A NÉBIK tájékoztatása szerint október 5-től kezdődik az ország déli és keleti vármegyéiben a repülőgépes rókavakcinázás. Az idei év augusztusáig hazánkban összesen 16 veszettség esetet regisztráltak. Október 3-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este is jelentkezünk. Addig is várja Önöket a weboldalunk. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Pénteken borult időre számíthatunk, majd napközben délfelől egyre nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Sokfelé várható esőzápor, majd a nap második felében a csapadékzóna már gyengül, illetve húzódik észak felé. Napközben 14-16 fokig melegszik fel a levegő.